Milyen meglepetéssel készültetek az idősek köszöntésére itt Mahonfan? Először polgármester úr fogja köszönteni a jelenlévőket, és utána mind lenti Szombathelyen Szilinyi Arnold és Benkő Zsuzsanna operettszámokat fog énekelni. Ez minden évben egy nagyon sikeres műsorszám. Az elmúlt években a gyerekek is szoktak szerepelni, az idén ők nem, hanem inkább az operettszámokból fog több lenni, mert ez az idősek körében rendkívül népszerű. Táncolnék a boldogságtól, szívem lángolik, senkinek ilyen kedve nem volt még. Az édes pillanat rövid, látokán, nincsen kért oldal, amár megjárulnám. Embert vártok a mai eseményre? Körülbelül 40-50-60 főt. Ez változó. Most, hogy jó idő van, lehet, hogy sokan a kertben vannak, nem annyira jönnek el, de azért nagyon reménykedünk, mert én azt gondolom, hogy amikor egy rendezvényt szervezünk, azt azért érdemes szervezni szívvel, lélekkel, hogy minél többen eljönnek, úgyhogy remélem, hogy azért elég sokan eljönnek. Vegye önöket körül mindenek előtt a megbecsülés, a tisztelet és a szeretet nap mint nap, azért, hogy tovább táplálhassák önök is a családi tűzhely melegét, és engedjék meg, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak mindannyiuknak, hiszen hamarosan jön ez a nagyon szép egyházi és családi ünnep, és mindenkinek nagyon jó szórakozást, nagyon jó beszélgetést, feltöltődést a mai délutánra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Miért tartod itt fontosnak Mahonfán ezt az eseményt megrendezni? Mahonfa a városrészek közül, a lentihez tartozó 5 városrész közül az egyik legkisebb városrész. Nagyon sok az idős ember, és azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a rendezvények, hogy őrülünk, gondoskodjunk, hogy kis meglepetéssel készüljünk, és hogy lehetőségük legyenek évente egyszer-kétszer, hogy összejöjjenek, beszélgessenek, és jól érezzék magukat. Az eddigi visszaigazolások, tapasztalatok alapján jól érzik magukat az idős emberek ezen a rendezvényen? Igen, Mahonfa rendkívül összetartó városrész. Például búcsúkor is nagyon sokan vannak a rendezvényünkön, gyereknapkor is, idősek napján is. Azt gondolom, hogy értékelik ezt az idős emberek, és azért tartjuk fontosnak, hogy ezt minden évben megrendezzük. Spámolt az idő, soha nem tanult meg ő, egy szót se franciából.